A kormány arról döntött, hogy 2017. június 30-áig pályázatok formájában meghirdeti a 2014-2020-as uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét vállalkozások és önkormányzatok részére. Mindez komoly versenyelőnyt jelent a hazai szereplőknek, amelyre nem csak Magyarországon, de az EU más tagállamában sem volt példa. Ha ezek a pályázatok megfelelő módon kerülnek felhasználásra, és ez alatt nem azt értjük, hogy a pénzt minél gyorsabban le kell hívni, hanem azt értjük ez alatt, hogy olyan pályázatokat, olyan vállalkozásokat, olyan gazdaságfejlesztő programokat kell támogatni, amely a növekedést, a gazdasági fejlődést, a stabilitást, az exportképesség növekedését, illetve a munkahely teremtést fogja támogatni. Tehát ez a cél, és ezt szeretnénk úgymond egyfajta verseny előnyként Magyarországon a vállalkozásoknak, illetve természetesen az önkormányzatoknak biztosítani. 12 ezer milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére, ennek 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani, tette hozzá dr. Bene Ildikó. Elfogadták a megyék és a megyei jogú városok által készített integrált területi programokat is, melynek köszönhetően a megyék 799 milliárd, a megyei jogú városok pedig 387 milliárd forintos keretösszegből részesednek. Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében ez 54 milliárd, Szolnok tekintetében pedig 15 milliárd forint támogatást jelent. Biztos vagyok benne, hogy akár a piaci szereplők, a gazdaságfejlesztési programokban, akár az önkormányzatok, önkormányzati intézmények jól fel lesznek készítve, és teljesen gördülékenyen fog menni a pályázati rendszer. Mi minden segítséget meg fogunk adni az önkormányzatoknak és a vállalkozói szférával, és igyekszünk úgy összehangolni a munkát a megyei jogú várossal, hogy ebből a megyei jogú városnak is haszna legyen, és a megye többi településének is, hiszen így tudjuk megsokszorozni az erőnket. Precíz előkészítési folyamat végén vagyunk, jelentette ki Szalai Ferenc. Szolnok első embere hangsúlyozta, a város gazdasági fejlődésének egyik kulcsa a 4-es út 4-sávosítása, melynek munkálatai jövőre megkezdődhetnek. A polgármester azt mondta, fontos, hogy a cégek, vállalkozások pályázzanak, hiszen a lehívott összeget jól kell használni, úgy, hogy az újra termelődjön. 17-ig kiírják a pályázatokat, és ezeknek a pályázatoknak 60%-a gazdaságfejlesztésre megy, az azt jelenti, hogy exportképességben erősödni kell, hogy erősödjünk, és munkahelyekben erősödni kell, hogy erősödjünk, sőt bérekben erősödni kell, hogy erősödjünk. Ez a lényege ennek az egésznek, hogy Magyarország az ide szánt pénzek 60%-át a gazdaság erősítésére kell, hogy fordítsa. A következő évek tervei között szerepel a Vési úti sporttelep és a hozzátartozó strand felújítása, a Tiszaligeti strand rekonstrukciója és egy tiszai kikötő építése, az Eötvöstéri víztorony és a vasútállomás felújítása, a művésztelep megújítása, a Mesterút és környékének rehabilitációja, egy új út építése és kereskedelmi szolgáltatások kialakítása. Mindemellett tovább folytatódna az oktatási intézmények és rendelőintézetek felújítása is. Az Európai Bizottság elfogadta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját is, vette át a szót dr. Bene Ildikó. Ennek összforrása 1300 milliárd forint, legfőbb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A program középpontjában a mikro, kis és középvállalkozások, családi gazdaságok fejlesztése áll. Az állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszerfeldolgozás kiemelt támogatásával.